A simogatás, az ölelés és a szeretet átadása az idősebb korosztály, a nagymamák, nagypapák feladata. Hangzott el Gyálon az Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtárban tartott idei idősek világnapi rendezvényén. Fontos az önök élete a mi életünkbe, az unokák életébe, hiszen számtalan olyan dolgot adnak, tudnak átadni nekik, átörökíteni, amit mi, fiatalabbak, talán ma már nem is ismerünk. Hiszen sokszor én is el szoktam menni délben az önkiszolgáló étterembe ebédelni, és ott látom a fiatal hölgyeket, anyukákat, hogy az ételhordóba hordják el az étkeket. Látom, hétvégén megtellik ez az étterem. Na, nem szeretném, ha tönkre menne, azért azt elmondanám, úgyhogy járjanak csak továbbra is oda. De én azt gondolom, hogy egy finom étel, egy finom sütemény, amit otthon sütnek, az egy fantasztikus jó dolog. Vagy a nagypapák. Ha hogy kell egy kalapácsot kézbe fogni? Hogy kell egy fűrészt? Hogy kell egy szöget úgy beverni, hogy ne az ujjunkat üssük oda? És aztán hogy kell viccelni az unokával? Én emlékszem, az én nagyapám, ugye én egy csúszdis gyerek voltam, talán lehet azért hívták a bátyámat Csurinak, engem meg Kis Csurinak, így állom. Elmondta a nagyapám, hogy én nem jól használom a csúszdit. Néztem rá, hogy hát idáig majdnem minden lövés sikerült. Mitől nem jó ez? Hát mondta, hogy még több találat legyen, az ágas közé tegyem be az ujjam, és avval célozzak. Olyan 2,5 hónap múlva leesett a körmöm. Tehát ez egy fájdalmas poén, de a mai napig emlékszem rá. Nyilván ettől vannak sokkal szebbek is, amikor mondjuk együtt csináltunk valamit fából, vagy éppen heggesztett, és én ott lehettem mellette, vagy éppen a csirkét kergettük, mert kiszabadult, vagy éppen volt a disznóvágás, amit soha nem értettem, hogy miért kell hajnal 3-kor mínusz 15 fokba csinálni, amikor napközben is úgyis mínusz 5 lesz. Ma már ez egy kicsit kitevődik, vagy talán már házaknál nem is nagyon van. Szóval van önöknek feladatuk. A simogatás, az ölelés és a szeretet átadása. Hiszen ebben a rohanó világban talán kevesebb jut a családokban ezekre a, hát hogy is mondjam, meghitt pillanatokra. És persze, hát mondjuk meg őszintén, hogy a csintalanságra is meg kell őket tanítani. Tehát önöknek nem nevelni kell, hanem egy igen jó kis csintalan unokákat kell nevelni, majd a szülők ezt megpróbálják valamilyen mederbe terelgetni. És hát az intelmek, meg hát azok a régi történetek, hogy ők hogyan nőttek fel. Én szintén olyan 10 éves lehettem, amikor egy olyan nagyon kedves nyarat tölthettem Cirákon aratás idején. Ott sok mindent megtanulhattam, és érdekes módon jó pár évvel később Demjén Ferenc Rózsi írt egy dalt, amelyben ilyen mondat is szerepel, hogy Rózsi néni a nagykendővel, mosolygó szemű két nagy könnyel várt. És én azt szeretném, ha mindenkinek lenne egy ilyen nyara, amire visszaemlékszik. És önök nélkül ezek a nyarak nem lesznek meg. Én arra kérem önöket, hogy nagyon sokáig maradjanak itt velünk, ígérjék meg nekem. És arra kérem önöket, hogy érezzék nagyon jól magukat, táncoljanak, vigadjanak. Van nagyon sok civil szervezetünk, látogassák őket, és azt kívánom önöknek, hogy ne csak ezen a napon érezzék azt, hogy nincsenek egyedül. A jubileumi 50., 55., 60., 65. évfordulót ülő gyáli házaspárok az anyakönyvvezető előtt erősítették meg évtizedekkel ezelőtt tett fogadalmukat. Az ünnepi pillanatokat jövő heti híradónkban tekinthetik meg.